versenynek, hogy a közalkalmazottak Horgász Egyesülete 1982-ben alakult, és azóta folyamatosan működik, mint vízterületen nem rendelkező egyesület. De az elmúlt években kialakítottunk egy olyan hagyományt, hogy minden év augusztus utolsó szombatján rendezünk egy családias horgászversenyt, ahol, tehát így mondom, a szünidőben a pedagógusok, mert vannak közöttünk a tagjaink között pedagógusok, közalkalmazottak, ahogy a nevében is az Egyesület területen van, közalkalmazotti területen dolgozók, tehát orvosok, tanácsi, vagy most így mondom, önkormányzati polgármesteri, hivatali alkalmazottak, stb. De rendőrök, tűzoltók is megtalálhatók. És ezek részére, meg családtagjaik részére szervezzük ezt a versenyt. Hagyományosan én úgy érzem, hogy több-kevesebb sikerrel, mikor, hogyan egyik évben, hogy érnek rá az emberek és a gyerekek, másik évben, hogy érnek, hogy nem érnek rá, az szerint változik az itt a részvétel. Ami úgy érzem, egy kellemes családias környezetben egy lehetőséget ad a nyári időszak lezárására.